Sziasztok! Újra itt egy újabb recepttel. Ma egy olyan receptet hoztam nektek, amit minden háztartásban szerettek reggelire, uzsonnára vagy évvacsorára. Szóval igen, házi készítő zsemlét fogok sütni ebben a videóban. Sajnos az utóbbi pár évben nagyon felmentek a kenyerek és a péksütemények árai. Tehát arra gondoltam, mi lenne, ha én sütném meg. Szóval, voilà, itt is van. Nem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű az elkészítése, és nem kell hozzá más, mint víz, cukor, só, élesztő és liszt. Ez lehet sima liszt vagy kenyérliszt. Én most sima lisztből készítettem. Kezdjünk is neki a mókás résznek. Először is langyos, cukrozott vízbe felfuttatjuk az élesztőt, egy tasak száraz élesztő, vagy 2,5 deka friss élesztőt. Én leszitálom a 1/2 kiló lisztet egy gyúrótálban, nem szükséges, de szerintem így jobb a tészta, de ki hogy gondolja. Majd ezt követően megkintem egy kis kanálsóval, ha közben feljött az élesztő, akkor egy mélyedésbe tesszük a liszt közepébe, beleöntjük a kovászt és jól összedolgozzuk. Egy lágy tésztát kell, hogy kapjunk, ha nem elég lágy, akkor tehetünk még hozzá egy kis vizet, de csak langyos vizet. Ha megfelelő a tészta, akkor a gyúróstálat belisztezzük és belehelyezzük a tésztát, majd lefedjük egy ruhával, és egy... Egy és fél órát kelesszük. Ha letelt az idő, akkor még egyszer átgyúrjuk, majd 8 egyenlő részre osztjuk. Úgy, hogy ketté vágjuk a tésztát, majd megint és megint így nagyjából egyenlő darabokat kapunk. Majd a darabokat kihúzogatjuk, és zsemleformát csinálunk, ezeket a sütőpapírra bélelt tepsibe helyezzük, és megint egy órát pihentetjük ruha alatt.
letelt, akkor bekenjük, vagy lespicceljük vízzel, majd egy hőálló kis tálba forró vizet teszünk, és a zsemlék mellé tesszük, ezután pedig előmelegített sütőben rakjuk, majd 200-220 fokon megsütjük. Én szép aranybarnára szoktam, de ki hogy szereti, ahány ház, annyi szokás. Ha megsült, akkor hagyom kihűlni. Langyosan már fogyasztható. Másnap is puha lesz még. Ha többet sütöttetek, akkor nyugodtan fagyasszátok le, és mikor enni szeretnétek, akkor vegyetek ki. Ajánlom, ha kiolvad a zsömle, akkor tegyétek be pár percre a sütőbe, mert olyan lesz, mintha akkor sült volna. Mára ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, ha tetszik, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Ha kérdésetek van, akkor a kommentben írjátok meg. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Milyen lett?